Köszöntöm a nézőket, a Lapszemle június 29-i kiadása következik, kérem tartsanak velünk! Új szakorvosok érkeztek a Gyergyószent Miklósi Kórházba, ezzel együtt pedig új egészségügyi szolgáltatások is indulnak. Elbírálták a megyei tanácshoz benyújtott pályázatokat, ezeket értékelte Bíró Barna Botond. Javában zajlanak a csomafalvi falunapok, ma volt a templom búcsú és székelykaput is avattak. Új szakorvosok érkeztek a Gyergyószent Miklósi Kórházba, ezzel együtt pedig új egészségügyi szolgáltatások is indulnak. Előzetes igényfelmérés alapján vezetik be az új ellátásokat. Időpontot lehet már foglalni a szakrendelésekre. Új állásokat hoztak létre a Gyergyószent Miklósi Városi Kórháznál, adtuk hírül nemrég a Napszemlében. Ennek köszönhetően három új egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe a paciensek a Gyergyószent Miklósi Kórház keretében. Jó hírünk van, sikerült bővíteni az orvosgárdát, sikerült új szakorvost bevonzani, a szakorvosokat bevonzani a kórház tevékenységébe, kibővült a csapatunk egy plasztikai sebésszel, kibővült a csapatunk egy pszichiáterrel, és nem utolsó sorban fél normával fog tudni rendelni egy tüdőgyógyászunk is. Ő, aki egyébként belgyógyász alkalmazottunk, csak megkapta másodszakos elismerését. A tüdőgyógyászati szakrendelés Sportik doktornő révén a Kárpác utcákban lesz minden szerdán. Pszichiátriai szakrendelésünk a volt oltóközpontban minden hétköznap, remélhetőleg július közepétől. Kis doktor urat kell keresni, nála kell programálásokat kérni. És a plasztikai sebészünk, Kocsis Bólárka doktornő, ő a járóbetegrendelőbe fog rendelni, és az osztályon van a fektető ágyai. Fontos tudni, hogy a plasztikai sebész nem fog esztétikai, szépészeti beavatkozásokat végezni. Járóbetegrendeléstől műtétig minden szak szolgáltatást fog tudni biztosítani, vagy biztosít. Hát ugye főleg traumák esetében van az, amikor műtéti beavatkozásra szükség van, és ő rendelkezésre áll, illetve vannak más olyan kialakult malformációk, amiket ő tud megoldani. Mivel többször jött már ez a kérdés, még egyszer szeretném pontosítani, hogy ez nem szépészeti beavatkozások nyújtása, van szakosodva, tehát nem esztétikai szakorvos, hanem plasztikai és mikrosebészeti. A szakrendelésekre programálni a kórház központi telefonrendszerén keresztül lehet. A 0266 364 008-as számot hívva, interneten keresztül pedig az intézmény honlapján, vagy a portal.spitalgh.ro oldalon lehetséges az időpontfoglalás. Augusztus 1-től emelhetik az egészségügyi alkalmazottak bérét, jelentette be a Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelem szerdán állapodott meg Marcel Ciolacu miniszterelnökkel abban, hogy a törvény által megszabott legmagasabb szintre nő az egészségügyi alkalmazottak és szociális gondozók alapbére. Augusztus 1-től bruttó juttatásban részesülnek az ügyeletet teljesítők. 500 lejt kapnak az egészségügyi asszisztensek, a radiológusok és képalkotó szakemberek, a laboratóriumi balneofiziokinetikai és rehabilitációs fogászati, táplálkozási és dietetikai asszisztensek, bábák, ápolók, nővérek. Minden törvényes szabadnapon végzett munkáért 100 lej jár. Ezek összege azonban nem haladhatja meg a havi 300 lejt. A kötelező ügyeleten felül ügyeletet ellátó orvosok 500 lejt kapnak havi 1 plusz ügyeletért, és 1000 lejt, ha havonta legalább 2 plusz ügyeletet vállalnak. A havonta legalább 2 plusz ügyeletet ellátó biológusok, kémikusok és biokémikusok 500 lejre jogosultak. Leártak a Hargita megyei tanács által kiírt pályázatok elbírálásai. Erről tartott ma délben sajtótájékoztatót Bíró Barna Botond, a megyei tanács alelnöke. Történtek a
A kulturális és népviseleti pályázatok elbírálásával véget ért a megyei tanács idei pályázati ciklusa. Összességében elmondható, hogy megnőtt az igény a Hargita megyei civil szervezetek részéről a támogatások megszerzésére. Az idei évben összesen 682 pályázatot nyújtottak be a 8 pályázati kiírásunkba, ebből 438-at tudunk finanszírozni, 137-et formai hibák miatt kellett elutasítani, illetve 107 olyan pályázat van, ami költségkeret hiány miatt nem kerül finanszírozásra. A kulturális és a népviseletes pályázati kiírásunkon kívül a többi pályázati kiírásunkra már megkötöttük a szerződéseket, erre a két pályázati kiírásra pedig most fogjuk a következő hetekben megkötni a szerződéseket. Az általános kulturális pályázatunkból 61 civil szervezetet tudunk támogatni. Olyan egyesületekre és egyesületek programjáról beszélünk, mind az Udvarhelyi Fiatal Fórumnak a Zenetér programja, amit 19 ezer lejjel tudunk támogatni, vagy a Hebe Alapítvány, vagy a Legátó, vagy a Kékiringó Együttesnek több pályázati programja is, vagy a Székelyföldi Stúdiónak az éppen most megrendezésre kerülő filmes nyári esték programja, amit 12.832 lejjel tudtunk támogatni. A népviseletes pályázatunk esetében kicsit keserédes a tapasztalat, mivel nem emeltünk a népviseletes kereten, ami 300 lej volt összben, viszont nagyon sok pályázatot kaptunk, így prioritizálni kellett, és azokat az egyesületeket helyeztük előtérbe, akiknek a tevékenységükhöz kötelező módon szükségeltetik a megfelelő viselet, így a néptánc együttesek, a huszár egyesületek, illetve a templomi kórusokról beszélünk. Akik most nem kerültek pozitív elbírálásban, azoknak azt tudom mondani, hogy jövő évre tervezzük három programunknak is az összköltség keretét megnövelni, a családprogramnak, a népviseletes programnak, illetve a sportprogramnak is. Pontozási sorrend volt. A bizottságok az alapján döntöttek, először megnézték, hogy formai követelményeknek eleget tesznek-e a pályázók. Nagyon sokan sajnos már ezen a rostán nem tudtak átjutni. Majd utána a Hargita megyei kulturális, sport és különböző ágazati stratégiáknak az illeszkedését vették figyelembe, és hogy mennyire támogatja mindazt a stratégiát, amit Hargita megye elfogadott, Hargita megye tanácsa ezeken az ágazatokon keresztül. Az alelnök továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy a civil szervezetek a támogatott események lebonyolítását követő 30 napon belül le kell tegyék az elszámolást. Megszavazta a képviselőháza a nyugdíj és az állami bér halmozását tiltó törvénytervezetet. A jogszabály szerint a nyugdíjkorhatárt elérő személyek kérhetik a tevékenység folytatását 70 éves korig a munkáltató beleegyezésével. Ez esetben a nyugdíj folyósítását kérésre felfüggesztik az alkalmazotti viszony megszűnéséig. Kivételt jelentenek a köztisztségeket betöltő személyek, a pedagógusok, illetve az orvosi, egészségügyi szakszemélyzet. Az ellenzék bírálta, hogy a Nemzeti Bank, az Energia Árszabályozási Hatóság, valamint a Távközlési Szabályozó Hatóság is bekerült a kivételezettek közé. Szent Péter és Pál napján tartják a gyergyócsomafalvi templom búcsús ünnepét. Az egyházi esemény köré idén is több napos falunapot szerveztek a község lakóinak és a meghívottaknak. Ma testvértelepülések képviselőivel közösen székelykaput avattak, mely szimbolikusan összeköti a közösségeket. Nagy ünnep van a héten Csomafalván, hiszen búcsút és falunapokat tartanak. A program egyik fontos pontja a testvértelepülések képviseletével közösen megtartott székelykapu avatás volt. Ha jössz, Isten hozott, ha mész, Isten legyen veled. Gyakran ismerjük, gyakran találkozunk ezzel a mondattal székelykapu feliratként. Ugyan nincs ezen a kapun így hosszan kiírva, rajta van Isten hozott, Isten veled, és ebben benne van minden. Ahogy a kolléganőm is mondta, mostantól ez a kapu díszíti ezt a portát. Díszíti azt az udvart, azt a teret, ahol
élettel teli szociális központ működik, ahol a tájházunk van, aminek avatása még most is nagyon szép emlékekkel, élményekkel jön föl bennem, hiszen egy igazi közösségi ünnep volt az az alkalom. És díszíti ezt a teret is, hiszen ha kinnebb megyünk majd, látjuk a plébáni udvarán levő székelykaput, de látjuk a mellettünk levő portának a székelykapuját, és illeszkedik ezekhez. A kapu igazából egy határt jelent. Egy határ, ahol elválasztja a külvilágot a belvilágtól, elválasztja a családi életteret a közösségi élettértől, és mi mégis úgy hirdettük meg ezt a programot, hogy a kapu, ami összeköt. Ez a kapu azért köt össze minket, mert ilyen kaput már állítottunk a testvértelepüléseinken. 5 testvértelepülésünkön van már kapu, székelykapu, csomagfalvi székelykapu. Az eseményen jelen volt Barti Tihamér, Hargita megye tanácsának alelnöke is. Mit jelent a székelykapu az idősebb korosztálynak? Mit jelent a székelykapu a fiatalabb korosztálynak? És mit jelent a székelykapu az anyaországból érkező barátainknak? Nagyon fontos, hogy megálljunk időközönként, és megtekintsük, elbeszélgessünk azokkal, akik készítői, akik értői a székelykapu motivum világának, ahhoz, hogy megértsük azt a mélységet, amely a székelységben, székely lélekben benne van. Az új kaput kinyitották, és megáldására is sor került. Mindenható Istenünk, áld meg és szenteld meg ezt a kaput, amit sok mindent szimbolizál, és te magad is kapunak nevezted magad, hogy még inkább megértsük, hogy nem csak egy tárgy, hanem az kifejezi a mi lelkületünket is. Add, hogy a közösségnek a szeretet az egység, és az igazság és a becsület legyen a tulajdonsága, és minden kapon úgy lépjünk be, hogy áldás legyünk mások számára. Szent Péter és Pál ünnepe alkalmából megtartották a búcsús szentmisét. A falunapi programok vasárnapig folytatódnak, minden korosztályt megszólító rendezvényekkel. Mostantól a szórakozás lesz, 2 napon át a fő attrakció, lehet azt mondani, zenekarok, énekesek, tánc, bűvész, gyerekprogramok lesznek a piac téren, ma is, meg holnap délután is, illetve holnap egy szakkör záró momentuma lesz, kézműves csoportnak az alkotási csomafalvi hölgyek csatlakoztak egy ilyen mozgalomhoz, nemezelés és gyöngyfűzés, és annak lesz 11 órától a záró rendezvénye. Aztán majd a szombat-vasárnap pedig inkább a sport kap hangsúlyt, akkor a piac teret elhagyjuk, és a sportpálya az iskola udvarára települünk át, úgymond, hiszen ott lesznek a gyerekeknek, felnőtteknek a foci, a labdarúgás, lesz tékból, lesz labdajáték, a kijászat, és természetesen nem maradhat ki Csomafalván a preferánsz verseny sem, az a csomaf, úgy nevezzük, mint Csomafalva házi kártyajátéka, és vasárnap délután pedig megszervezzük ismét, ami a pandémiában elindult a Csomafalván jár a Nóta című rendezvényt, ahol elvisszük házhoz, visszük a muzsikát, kerti partikhoz, baráti társaságok együttlétéhez, akik igénylik azokhoz. A helyieket és a vendégeket is szívesen látják a községbe ünnepelni. Árrés korlátozással tervezi csökkenteni a kormány bizonyos alapélelmiszerek árát. Az erről szóló sürgősségi rendelet tervezetét szerda reggel tették közzé a mezőgazdasági minisztérium honlapján. A tervezet értelmében a 14 élelmiszertermékre és termékcsoportra vonatkozó árrés korlátozás 3 hónapig lesz érvényben. Az intézkedés a termelési, behozatali, forgalmazási és kiskereskedelmi láncban résztvevő valamennyi jogi személyre érvényes szervezeti formától függetlenül. Az árrés korlátozása a kenyérre, a tejre, bizonyos sajtokra, joghurtokra, buzalisztre, kukoricadarára, tojásra, olajra, csirkehúsra, sertéshúsra, néhány zöldségre, valamint gyümölcsre és cukorra is vonatkozik. Ahogy tegnap röviden már beszámoltunk róla, közzé tette az Oktatási Minisztérium az országos képességvizsga eredményeit.
A nyolcadikosok több mint háromnegyede ötös átlag felett teljesített a megmérettetésen, ám tavalyhoz képest romlott az arány. Kolozs megye magasan az országos átlag fölött, a Székelyföld és a Partium pedig alatta teljesített. Nézzük részletesebben az ezzel kapcsolatos adatokat. Közzétette szerdán a tanügyminisztérium a 8. osztályos diákok képességfelmérő vizsgájának eredményét. A szaktárca közlése szerint a résztvevő diákok 76,2%-a 5-ös feletti átlagosztályzatot kapott. Ez az arány az óvások előtti eredményeket mutatja. Az 5-ös felett teljesítő 8-osok aránya 6% ponttal csökkent a tavalyhoz képest, amikor ez az arány több mint 82% volt. A legjobb eredményeket Kolozs megyéből jelentették, ahol a diákok 87,4%-a vette sikeresen az akadályokat. A székelyföldi megyék viszont nem szerepeltek ilyen jól. Hargita megyében 72,6%, Kovászna megyében 71,3%, míg Maros megyében 71,5% ért el legalább 5-ös átlagot. A Partiumban valamivel jobb a helyzet. Biharban a diákok 75,7%-a ért el az átmenő átlagot, Szatmárban ez az arány 73,2%, Szilágy megyében 71,9%, Arad megyében 69,4%, míg Máramarosban 76,2%. A Bánság is az átlag alatt maradt. Igaz, a 76,1%-os Temes megye csak alig, Krassószörény viszont csak 70,8%-os teljesítményt mutathat fel. Az erdélyi megyék közül átlag fölötti az arány Besztercen, Aszódban, Brassóban és Fehér megyében is, 78,5%, 78,3% és 77,9%-os. Szebe megyében 76,2%, Hunyad megyében pedig 74,5%-os a képességfelmérőt első nekifutásból sikeresen teljesítő 8-os diákok aránya. A román nyelv és irodalom vizsgán a diákok 77,4%-a ért el 5-ösnél jobb minősítést, matematikából 75,4%, az anyanyelv vizsgán pedig 90,1%. A korábbi évekhez képest román nyelv és irodalomból és az anyanyelv vizsgán is romlott az 5-ös osztályzatot elérők aránya, matematikából tavalyhoz képest romlott az arány, tavaly előtthöz képest javult. Idén 429 diák ért el 10-es átlagot a képességvizsgán, sokkal többen, mint a korábbi évben, magyar anyanyelvű azonban nincs közöttük. Kolozs megye itt is jól teljesít, a harmadik helyen áll 24 szint 10-es átlaggal. Temes megyében 19, Fehér megyében 9, Máramarosban 8, Brassó és Szilágy megyében egyaránt 7-7, Hunyad megyében 6, Maros megyében 5, Biharban, Szatmárban és Szeben megyében 4, Besztercen-Aszódban 3, Arad megyében pedig 2 diák ért el 10-es átlagot. Hargita és Kovászna megyében egyetlen ilyen vizsgázó sincs. A minősítésekkel elégedetlen tanulók június 28-án és 29-én nyújthatnak be fellebbezést. Ezek elbírálása után a végleges eredményeket július 4-én teszik közzé. A pénteken kezdődő feltöltő rendezvényei miatt lezárta a Gyergyószentmiklósi önkormányzat a főtér Gulliver üzlet nagyáruház és városháza közötti szakaszát. Tekerőpatak irányába Kossuth Lajos, Pacsirta, Békény, Rózsa, Külső utcát javasolják kerülőnek. Az útzár hétfőn este 22 óráig van érvényben. A korábbi évekhez hasonlóan idén is szemétszedési akciót szervez a Benedek húsüzem, de ezúttal a Gyilkostó felé vezető út mentén takarítanak. A Kalákára július 1-én kerül sor, reggel 9 órától. Az önkénteseket a Hétvirág panzió parkolójába várják. A Benedek húsüzem csapata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kesztyűt ragad, hogy a felgyülemlett hulladékot összegyűjtse. Az elmúlt években a húsfeldolgozóhoz közel eső Békénypatak mentén szerveztek takarítási akciót, most azonban a Gyilkostó felé vezető út mentén fognak szemetet szedni. Ez az ötlet úgy jött, hogy mi már több éve ugye takarítjuk a Békény szakaszt a mi cégünkön belül, ami kb. 500 méter, és az idén úgy láttuk, hogy már annyira tiszta, hogy kicsit kinebb kellene lépjünk, hogy itt már annyi munka nincs, lépjük ki a városba, a városrész is takarítsuk meg. Na, csináltunk egy felmérést, megnéztük, hogy milyen állapotban van a Békény is. Hál' Istennek eléggé tűrhető állapotok vannak, ezért úgy gondoltuk, hogy tovább kell lépjünk. És így jött az ötlet, hogy takarítsuk meg a Gyergyószentmiklós és a Gyilkostó közötti útszakaszt.
A szervezésben segít nekünk a polgármesteri hivatal, az Árbor is beszállt, és így elég sok, elég nagy számú önkéntesre számítunk. Fontos, hogy ezzel a megmozdulással példát tudjanak mutatni más civil szervezeteknek is, hangzott el. Fontos számunkra, hogy a környezetünket tisztán tartsuk, és úgy gondolom, hogy ha megszervezünk egy ekkora kaliberű takarítást, akkor ezzel példát tudunk mutatni akár a többi cégnek, akár a lakosságnak, hogy mennyire fontos az, hogy tiszta környezetbe éljünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen egy alapvető menedzsment tudás, amit ugye én valamikor tanultam, és ezt mindig be is tartom, hogy bármilyen üzletbe, bármilyen gyárba, bármilyen szervezetbe, hogyha tisztaságot csinálnak és rendet csinálnak, akkor akár meg ötszöröződhet a bevétel. Ezt én így tanultam a menedzsmentbe, ezt használom, és hála jó Istennek így működik is. Tehát pontosan ezért én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, lehet egy kis üzlet, lehet az egy kis gyár, vagy egy manufaktúra, de akár lehet egy város, akár lehet egy megye. Hogyha valaki bejön egy megyébe, egy városba, és az a városban rend van, tisztaság van, akkor sokkal nagyobb a prosperitás annak a városnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért akarunk tenni, hogy egy kicsit ez a Gyergyószent Miklós is prosperáljon, ha lehet. A szemétszedési akcióra július 1-én reggel 9 órakor kerül sor, az indulás a Hétvirág panzió parkolójából lesz. A szervezők kihangsúlyozták, előzetes bejelentkezés szükséges a szervezés megkönnyítése érdekében, ezt a képernyőn látható telefonszámon lehet megtenni. Továbbá, amit kínálnak, szemetes zsák, ivóvíz, kávé, étel és ital. Ami szükséges, az a kesztyű, láthatósági mellény, kényelmes bakkancs, hosszú nadrág, hosszú ujjú póló, esőkabát, tányér és evőkanál az ebédhez, csésze a kávéhoz, áll a közleményben. Az önkéntesek helyszínre szállításáról a szervezők gondoskodnak. Évek óta az Ezer Székelyleány napja előtti napon tartják a Székely Népviselet napját. Idén erre holnap, június 30-án kerül sor. Az ötletgazda a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes arra bíztatja a székely embereket, hogy álljanak meg egy pillanatra a rohanó világukban, és tegyenek a hagyományaikért. Mindenki, aki szíve ügyének érzi az őseink munkáját, öltse magára a székely viseletét, vagy viseletének valamely darabját, és így induljon munkahelyére, ügyeket intézni, vagy akár bevásárolni. A Székely Népviselet napján készült fényképeket június 30-án reggeltől várják az ezerszékely@gmail.com e-mail címre. A beérkező képeket a Hargita Együttes Facebook oldalán fogják közzétenni. Július 6-a és 9-e között hiánypótló fesztivált rendez Sepsiszentgyörgy önkormányzata, amelyen a klasszikus zenéjé lesz a főszerep. A Sepsi Klasszik különlegessége, hogy elismert nemzetközi művészek mellett nagy tehetségű helyi diákok is lehetőséget kapnak a megmutatkozásra, hangzott el a sajtótájékoztatón. Kicsivel más a zenei műfajt jelentünk, amit tegnap beszélgettünk. Bár Sepsiszentgyörgy eddig is bővelkedett zenei fesztiválokban, mégis akadt még olyan szegmense a zenei palettának, amely eddig hiányzott a programok közül. Klasszikus zenei koncertekre eddig csak havi rendszerességgel került sor a hangversenyévad keretén belül. De a Sepsi Klasszik komoly zenei fesztivál a helyi előadók mellett most nemzetközi zenészeket is elhoz a Kovásznai megye székhelyre. A négynapos fesztivál célja közelebb hozni a komoly zenét Sepsiszentgyörgy és kulturális vonzás körzete lakóihoz. Azt érezzük, hogy a fesztivál jellegű rendezvények nyitják meg a közönséget a különböző generációk számára, hiszen sokkal nagyobb térrel, sokkal nagyobb kapacitással tudunk befogadni nyilván egy nagyobb számú közönséget. Úgyhogy azt reméljük, hogy a többféle helyszín, illetve a nemzetközi előadók majd megmozgatják esetleg azokat a klasszikus zene kedvelőket is, akik mondjuk nem jutnak el a Tamási Színház nagy termébe a hangversenyévad ideje alatt. A fesztivál ingyenes szabadtéri koncertekkel, zenetörténeti előadásokkal és filmvetítésekkel is várja a közönséget. Különleges a helyszín is. Az újonnan felújított Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében kerül sor jó néhány nagyszabású produkcióra. Kaganovszki
produkciója egy különleges élménnyel ruház fel bennünket, hiszen mindig nagyon-nagyon intenzív és nagyon impulzus az ő játéka. Somogyi Tóth Dani orgona játéka, ő egy egészen mélységekig tud visszavinni, nagyon-nagyon megérintő műsor tud lenni, és ugyebár nagy különlegesség a Bogányi zongora jelenléte Bogányi Gergely zongora művésszel. Nagy hangsúlyt kap idén Ligeti György zenéje, az erdélyi születésű zeneszerző idén lenne 100 éves, szerzeményei az erdélyi népzenéből inspirálódtak. A nemzetközi sztárok mellett helyi tehetségek, a Plugor Sándor Művészeti Líceum 5 végzős diákja is lehetőséget kap. Fontosabb híreink még egyszer röviden. Új szakorvosok érkeztek a Gyergyószentmiklósi kórházba, ezzel együtt pedig új egészségügyi szolgáltatások is indulnak. Elbírálták a megyei tanácshoz benyújtott pályázatokat, ezeket értékelte bíró Barna Botond. Javában zajlanak a csomafalvi falunapok, ma volt a templom búcsú és székelykaput is avattak. A hírek végén köszönöm a megtisztelő figyelmüket, friss napszemlével még holnap is jelentkezünk, szép estét, a viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.